Sziasztok a vakin srácok és lányok, itt Dani jelentkezik egy újabb videóval, és a mai videó egy kicsit különleges lesz, nem azért, mert ez lesz az első vlog videóm, hanem azért is, mert ebből a brazil utcai stílusból átöltözünk valami puccosabb, elegánsabb ruhába, hiszen elmegyünk az Icon Fashion Gálára. Már az előtér is azt sugallja, hogy minden áron be kell menni, de amikor először ide léptem a ruhatárhoz, azt hittem, hogy szívinfarktust kapok. A belépési díj egy ruha, ami 1999 avakoinba kerül. Soha nem adtam még ki ennyit egy ruháért, de most úgy döntöttem, hogy az event kedvéért és a videóért bemegyek. Amikor először beléptem, kicsit lesokkolódtam. Nem azért, mert nagyon jól néz ki a hely, hanem még mindig nem bírtam elhinni, hogy 1999 avakoint kellett kiadni, ezért, hogy bejöhessek ide. Mikor összeszedtem magam, rájöttem, hogy ez amúgy egy gyönyörű hely. Meg is mutatok nektek egy kis montást róla. Tényleg olyan igazi fessöngálás. Asztalok, ahol elfogyaszthatod a koktélodat, fotózóhelyiségek, medence, bár. Nagyon frappáns az egész. De azért még így a videó végén elmondanám, hogy mit is gondolok valójában erről a helyről. Az Avakin Life-ban sajnos nagyon nehéz pénzt szerezni. És ezt az Avakin Life is tudja. Ők arra mennek, hogy minél többet vásároljál, ezért minél több pénzt, igazi pénzt költsél a játékban. Még ha meg is értem az Avakin Life-nak a marketing politikáját, nagyon nem tetszik az egész, hiszen ide kétfajta ember fog jönni. Az egyik, aki még a játéknak nagyon az elején van, és gyorsan kapott néhány belépési bónuszt az Avakin Life-tól, és elkölti erre a 2000-es ruhára, ami később már lehet, hogy nem fog neki annyira tetszeni, így abba hagyja a játékot, és csinál egy másik fiókot. A második kategória pedig a gazdagok. Attól félek, hogy az ilyen eventek, ahol sok pénzt kell költeni, összehozzák kicsit a gazdagabbakat, és csinálnak egy ilyen snob réteget, ami azt jelenti, hogy a gazdagok majd csak a gazdagokkal fognak barátkozni. Szerencsére az Avakin Life is tudja, hogy ez egy kicsit összehozza a gazdagokat, így ezt az eventet csak április 21-től 24-ig nyitotta meg, ami 4 napot jelent. Hát Avakinok, ez a videó ennyi lett volna, következő videó szerdán. Addig is legyetek jók, játszatok sokat, szevasztok!